Ezek a felvételek 2008-ban készültek egy olyan családi programon, amilyenre most vasárnap is készülnek a Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány önkéntesei. A mesés várlátogatás keretében egy útilapot kapnak a gyermekek. Ebbe gyűjthetik a pecséteket, ha teljesítik a 18 mesehelyszínen rájuk váró játékos feladatokat. Ilyen játékos programok például a Ludas Matyinál az, amikor Ludas Matyi elveszítette a ludját, és a gyermekek segítségére van ahhoz szüksége, hogy megtalálja a ludat. A mesés várlátogatásnál egy jó tündér segít ebben. Egy jó tündér kéri fel a gyermekeket arra, hogy segítsenek az elvarázsolt mesehősöknek visszatalálni a mesék világába. A mesés várlátogatás csak egy azok közül a kezdeményezések közül, amelyeket a kisgyermekes családok segítésére végez az alapítvány. Munkájukat segíti most a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Széna Egyesület a Családokért Szervezettel közösen elnyert 42 millió forintos támogatás. A legközelebbi rendezvényünk egy 5 napos tréning lesz, szeretett nyelvtábor a neve. Folyamatosan a nyár folyamán is fogjuk működtetni a játszóházunkat a civil központban, és szervezzük a programjainkat is, ahova elsősorban az anyukákat várjuk. Most első körben a családi napközire készítjük majd fel az anyukákat, illetve tervezzük a dajka képzés, a babysitter képző programjaink indítását is. A Borivár kapuit vasárnap 9 órakor nyitják ki, és egészen 14 óráig várják az ingyenes rendezvényen a gyermekeket és szüleiket, nagyszüleiket. A magyar népmesék világát és az olvasást szeretnék ezzel is közelebb hozni a családokhoz.